A te kereszted elé lemorulunk, és a te szent föltámadásodat dicsérjük. A te kereszted elé lemorulunk, és a te szent föltámadásodat dicsérjük. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, kiértünk a kereszten függött, legyen mindnyájatokkal és a te lelkeddel. Énekeljük azt az éneket, a keresztfához megyek. A keresztfához megyek, mert máshol nem lehetek, nyugodnál lennem. Kedves testvérek, amikor keresztet készülünk ünnepélyesen megáldani, hittel tiszteljük Isten örök tervét, akivel a keresztitka az isteni irgalom szentsége lett. Amikor feltekintünk a keresztre, arra emlékezzünk, hogy részt vett emberi sorsunkban, és hogy benne lett teljessé annak a szeretetnek titka, melyel Krisztus szerette egyházát. Amikor köszöntjük, gondoljunk rá, hogy Krisztus miután mindenben egy lett velünk, és vére által vállalta értünk a halált, Isten népét különböző nemzetekből egyé tette. A kereszt tiszteletekor emlékezzünk arra, hogy Krisztus tanítványai vagyunk, és annak valljuk magunkat. Amikor kiki naponta viseli saját keresztjét, kövessük őt nagy lelkűen. Igyekezzünk hát figyelmesen jelen lenni ezen ünnepélyen, hogy annál ragyogóbban nyíljék meg előttünk a kereszt titka, és erejét annál hatásosabban tapasztalhassuk. Könyörögjünk! Istenünk, amikor fiad a világból hozzád készül, a kereszten függve kiengesztelte veled az emberiség családját, nézz ezekre a szolgáidra, akik az üdvösségnek ezt a jelét emelték, add, hogy erejével biztosítva, amikor naponta fölveszik keresztjüket, és haladnak az evangélium útjain, boldogan érjenek a mennyei célba, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a következő részletet Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban,
s minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Áldunk téged, Urunk, Szent Atyánk, te túláradó szereteteddel erről a fáról, ahonnét az ember pusztulást és romlást merített, az üdvösség és élet orvosságáról gondoskodtál. Amikor ugyanis elérkezett a húsvét órája, az Úr Jézus, a pap, tanító és király, önként ment a keresztfára, és azt dicsősége trónusává, az áldozat oltárává, és az igazság székévé tette. Itt a kereszten fölmagasztalva győzött az ősi ellenségen, és vére bíborában könyörületesen mindent magához vonzott. Itt ajánlott a kitárt karral neked Atyánk élet áldozatát, és az új törvény szentségeibe üdvözítő erőt öntött. Itt halálával tanított arra, amit hirdetett. Az elhalt búzaszem igen bő termést hoz. Könyörgünk tehát hozzád, Urunk, hogy híveid, akik az üdvösségnek ezt a jelét tisztelik, nyerjék el a megváltásnak ama gyümölcseit, amelyre Jézus Krisztus szenvedésével szerzett érdemet. A kereszt erejével tiporják el a gőgöt, vegyenek erőt a gyöngeségen. Belőre merítsenek enyhülést a szorongatatásban, s hozzá meneküljenek biztonságosan a veszély idején, s erejétől védetten egészségben járják végig a világ útjait, míg te, Atyánk, befogadod őket mennyei házadba, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Amen. Áldja meg és szentelje meg a mindenható Isten ezt a keresztet, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Ámen. A fohászokra válaszoljuk, ments meg minket, Urunk, Szent Kereszted által. Ments meg minket, Urunk, Szent Kereszted által. Megváltónkat, aki keresztjével kiváltott minket a bűn rabságából, bizalommal kérjük. Ments meg minket, Urunk, Szent Kereszted által. Krisztus, te kiüresítetted magadat, amikor szolgai alakot öltöttél, és hasonlóvá lettél az emberekhez. Add, hogy az egyház minden tagja kövesse alázatosságodat. Ments meg minket, Urunk, Szent Kereszted által. Krisztus, te megaláztad magadat, engedelmes lettél a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Add meg szolgáidnak, hogy engedelmesség és türelem erénye töltse el őket. Ments meg minket, Urunk, Szent Kereszted által. Krisztusunk, te Istentől fölmagasztalva olyan nevet kaptál, amely minden nép fölött van. Add, hogy híveid hülyen kitartsanak szolgálatodban. Ments meg minket, Urunk, Szent Kereszted által. Krisztusunk, nevedre minden térnek meg kell hajolni az égen, a földön és az alvilágban, vagy mindenkit szívedre, hogy tiszteljenek és hűségesen imádjanak téged. Ments meg minket, Urunk, Szent Kereszted által. Krisztusunk, téged minden nyelv Úrnak magasztal az Atyaisten dicsőségére, fogad be elhunyt testvéreinket az örök boldogság országába. Ments meg minket, Urunk, Szent Kereszted által. A szenvedő Krisztus szavait és példáját követve mondjuk azt az imádságot, amellyel hittel hagyatkozunk Atyánk akaratára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
könyörögjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülötted vállalja kereszt gyötrelmét, hogy üdvözítse az emberi nemet. Add kérünk, hogy akinek titkát e földön megismertük, megváltásának jutalmát elnyerhessük a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörű rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te szent nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, örökkön örökké. Amen. A megdicsélt igazak lelkeivel, nyugtass meg, üdvözítünk a te elhúgy szolgálatnak lelkét. Megőrizd vénőt a boldog életben, mely nálad van ember szerető. A te nyugalmad van, Urunk, hogy minden szenteid megnyugszana. Elhúny szolgáidnak lelkét, üdvözítőn nyugtasd meg. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek. Te vagy Isten, ki leszállottál a poklokra, és a lebilincselteknek kötelékeit feloldozzál. Elhúny szolgáidnak lelkét, üdvözítőn nyugtasd meg. Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Egyetlen tiszta és szeplőt elenszét, kis szent mag nélkül szülét,